Köszöntöm a Duett nézőit, és tisztelettel üdvözlöm Kovács Zoltán kormány szóvivőt. Köszönöm, hogy ismét eljött hozzánk. Jó napot kívánok! Címszerűen felsorolnám, hogy miről szeretnék ma önnel beszélgetni. Nemzeti konzultáció, az 5 év értékelése, költségvetés, Strasbourg, halálbüntetés és a mai sajtóviszonyok. Kezdjük mindjárt a nemzeti konzultációval, amelyben némi változás állt be most vasárnap. Ma már ettől a naptól interneten is eljuttathatjuk a kérdőívet. Mennyiben segíti ez majd a kitöltését, vagy a beérkezését ezeknek az íveknek? Hát bízunk benne, hogy nagyban segíti. Ugye az egyik elsődleges cél, hogy minél több magyar ember, magyar állampolgár véleményét, illetve álláspontját ismerjük meg ezzel a nagyon fontos kérdéssel kapcsolatban. Uh-huh. Az egyértelműen látható, hogy az előttünk álló talán nem is csak hónapokban, hanem években, egészen biztosan, hogy az Európai Unióban folyó, az intézményekben, a különböző fórumokon folyó vita egyik legfontosabbik lesz egyébként maga az illegális migrációról, a bevándorlásról folyó vita, és ebben illő lenne, illetve mindent meg kell tennünk azért, hogy eloszlassunk félreértéseket, pontosan definiáljuk, hogy mi mit jelent, és lássuk, hogy a magyar emberek hogyan gondolkodnak erről a dologról. Kemény kérdésekről kell majd vitatkozni az európai fórumokon, és idehaza is meg nagy valószínűséggel új intézkedéseket kell hozni. Elsősorban a fiatalokra gondoltak akkor, vagy a fiatalabb generációra, amikor úgy döntöttek, hogy interneten is el lehet küldeni? A fiatalokra is, illetve mindenkire, hiszen azt gondoljuk, hogy ebben a 21. század elejé világban, mint egy magától értetődő, hogy egyébként is alapvetően a magyarok becsületességére alapozva, hiszen valóban, ha valaki nagyon akarja, akkor ki tudja játszani ezt a rendszert, de arra alapozva, hogy mindenki érdekelt ezen kérdések megválaszolásában, minél nagyobb számban, minél egyértelműbben. Apropó kijátszás, nem tartanak attól, hogy lesz olyan ember, aki el is küldi papír alapon és bejelentkezik az interneten? Vagy ezt ki tudják zárni a kettőt? A kettőt nem, hiszen a két adatbázis kezelése között adatvédelmi szempontok, illetve aggályok miatt nem lehet semmilyen átfedés, nem tartunk nyilván adatokat, ezért ezt nem tudjuk kizárni. Azt ki tudjuk zárni, hogy ugyanarról az e-mail címről, ugyanolyan életkorral is névvel ugyanazt valaki kétszer töltse ki, de még egyszer alapvetően a jó hiszeműségre tudunk alapozni. Azt hiszem, nem tévedek, ha azt mondom, hogy a közeljövő és a távolabbi jövő Európában az egyik legnagyobb gond ez a bizonyos migráció. Magyarország egy mai sajtótájékoztatón beszélgetésünk napján Kósa Lajos azt mondta, hogy mind a lakosság számához viszonyítva, mind a GDP-hez viszonyítva Magyarország Európában a második legnagyobb terhet vállalná akkor, hogyha ez a bizonyos kvótarendszer bejönne. Tehát az 1000 főre jutó kérelmeket illetően valóban másodikok vagyunk, és a GDP-re, illetve más vetületekre vetítve pedig Magyarország az első 5-ben van egyébként az Európai Unióban a beérkező, illetve kezelt kérelmeket illetően. De ami talán nagyon fontos, hogy az a szabályrendszer, amely jelenleg érvényben van az Európai Unióban, az nem hatékony. Nem kezeli, nem tudja szétválogatni azokat a kategóriáit egyébként az illegális migránsoknak, amelyeket mindenképpen szét kell válogatni. Itt ugye gyorsan szögezzük le, hogy most a harmadik országból, tehát az Európai Unión kívülről érkező migránsokról beszélünk, és ez esetben gyakorlatilag csak illegális formában lehet ma Európába érkezni. Ezek között nem tudunk különbséget tenni az alapján, hogy ki az, aki valóban politikai, vallási vagy más szempontból üldözött, hiszen egy ilyen eljárás most rendkívül hosszú, nincsenek meg az eszközök, mondjuk Svájchoz mérten, ahol ezt viszonylag gyorsan 48 óra alatt egyébként elvégzik ezt a vizsgálatot, és azok között, akik csak egy jobb élet reményében kerekednek föl, hiszen ez a két kategória önmagában szétválasztásért kiáll. Tehát azokat, akiknek az élete veszélyben van, azt gondolom, hogy részben Európa hagyományai, részben pedig a keresztény kultúrkör morális kötelessége alapján Európának mindenképpen be kell fogadnia, illetve valamilyen megoldást kell találni a sorsukra. Az úgynevezett megélhetési bevándorlók, akik egy jobb élet reményében kerekedtek föl, azok egy másik kategóriát képeznek, és ma már szinte egységes az álláspont, hogy velük kapcsolatban
Egyébként a mai napon nem csak Kósa Lajos tartott erős sajtótájékoztatót, hanem például a belügyminiszterek tanácsolásai is zajlott Nyugat-Európában, ahol a francia és a német belügyminiszter közös nyilatkozatot tett arra nézve, hogy ezekkel az emberekkel, akik a megélhetési bevándorló kategóriába tartoznak, egészen más szempontrendszer alapján kell eljárni. Ezeket mindenképpen szét kell választani, és erre jelenleg az európai szabályozás nem ad megnyugtat és egyértelmű választ. És meg kell akadályozni, hogy összemossák azt a jelenséget, illetve azt a lehetőséget, amelyet az Európai Unió minden állampolgárának, minden európai polgárnak kínál, azaz az Európán belüli szabad munkavállalás és letelepedés jogát, hiszen ez egy olyan szerzett jog, amely még egyszer Angliától Romániáig, Bulgáriától Norvégiáig, vagy Olaszországtól Norvégiáig minden európai polgár számára biztosít. Meglehetősen gúnyoros hangokat is lehet hallani a kérdőívvel és a konzultációval összefüggésben, legfőképpen arról az oldalról, amely oldal annak idején attól félt, hogy Magyarországot el fogják özönleni azok, akik elvehetik majd a magyaroktól a munkahelyeket. Most érdekes módon ez nem kerül szóba, hogy mi lesz a magyar munkahelyekkel, de emellett én egy másik aspektusra is szeretnék rávilágítani arra, hogy ha nem is a munkahelyek elsősorban a veszélyeztetettek, de mi van akkor, ha ilyen tömegben ellenőrizetlenül beözönlenek Magyarországra, ez milyen egészségügyi kockázatokkal járhat? Hát önkiemelt egy másik témát, ugye számtalan ilyen problémával kell szembenéznünk. Ezeknek a menekülteknek egy jelentős része olyan eszközökön, vagy olyan módszerekkel érkezik Magyarországra, ami nem teszi lehetővé, hogy bármilyen formában ellenőrzötté tegyük ezeket a körülményeket. Még egyszer, mindenki illegálisan érkezik. A Mediterráneumban, lélekvesztőkön, kiszuperált hajókon, a zöld határon keresztül, az Európai Unió keleti határain keresztül pedig embercsempészek útján, vagy éppen saját kétségbeesésében ezt az utat, a gyalogos utat választva, és ma még arra sem módja az Európai Unió tagállamainak, illetve ezeknek a frontországoknak, és Magyarország ide tartozik, hogy azokat a vizsgálatokat elvégezzék, amelyek egyáltalán ki tudnák szűrni azt, hogy ki honnan jön, erről már beszéltünk, vagy milyen egészségügyi állapotban van, ami mondjuk egy afrikai menekültek esetében egyáltalán nem mindegy, hiszen olyan adott esetben halálos veszélyt rejtő vírusok vagy betegségek hordozói lehetnek, amelyekkel Európa vagy már leszámolt, vagy Európában ezzel a betegséggel nem szembesültünk. És akkor nem beszéltünk még egy nagyon fontos harmadik kategóriáról, ez a terrorizmus kérdése, hiszen a közel-keleti államokból vagy az Észak-Afrikából érkező menekültek között, nem mi mondjuk, az ENSZ, a NATO főtitkára mondja, biztonságpolitikai szakemberek mondják, nagyon nagy a valószínűsége, hogy úgy próbálnak bejuttatni Európába leendő vagy potenciális terroristákat, amivel mi egyedül nem tudunk mit kezdeni. Tehát számos kérdést vet fel ez az egész migrációs kérdés, illetve van egy olyan vetülete, amellyel megint csak az egész Európai Uniónak szembe kell nézni. Egy modernkori népvándorlásnak is egyúttal a tanúi vagyunk. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy ez a nyomás, amely most százak, ezrek, vagy éppen tíz és százezrek formájában jelentkezik, ez akár milliós nagyságrendet is elérhet a következő időszakban. Miért van visszatérve egy pillanatra még az ellenzék ellenére az, hogy Magyarország megkérdezi állampolgárait ezekben a kérdésekben? Nem mondom őszintén, én nehezen értem ezt, mert látszólag elvi alapon az a legkönnyebb, hogy valakit, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, azonnal idegengyűlölőnek vagy rasszistának bélyegeznek, de ez a műszer nem fog működni. Tehát lássuk be, még egyszer nem mi mondjuk, hanem Norvégiától, Olaszországig, Spanyolországtól, Romániáig egyre több felelős politikai erő mondja, hogy egy olyan kérdéssel állunk szemben, amelyen mindenképpen kezdenünk kell valamit. Mi olyan kérdéseket teszünk fel, amelyek, hogyha úgy tetszik, az utca embere szájából bármelyik pillanatban elhangoznak. Ezekre a kérdésekre lehet igennel vagy nemmel, megerősítően vagy elutasítóan válaszolni. Attól még senkinek az érdekei nem sérülnek, és ezért nem érthető egyébként az ellenzéki pártok álláspontja, hogy valaki válaszol ezekre a kérdésekre, hiszen még egyszer az elmúlt hetekben világossá vált, hogy az általunk meghirdetett konzultáció olyan kérdéseket feszeget, itt a terrorizmus kérdésétől a családtámogatásig, vagy éppen a munkahelyek biztonságáig terjed ez a lista, amely minden európai országban valós kérdésként vetődik fel. Ha Dániában lehet erről konzultációt és párbeszédet folytatni, akkor miért nem lehet Magyarországon? Ha a holland kormány megengedi magának, hogy a saját bevándorlási stratégiája kapcsán megfogalmaz kételyeket és új szempontokat vet fel, akkor miért ne tehetnénk meg mi is, akik, ahogy itt a beszélgetésben már elhangzott, az első ötben vagyunk Európában a különböző statisztikai adatok alapján? Néhány nappal korábban a miniszterelnök a várban
értékelte az elmúlt 5 évet, kormányzásuk első 5 évét. Mind a jobb oldalon, mind a bal oldalon feltűnt az, vagy rávilágítottak arra politológusok és szakértők, hogy Orbán Viktor mintha megütötte volna azt a hangot, ami az eddigi évérterőkben nem volt ennyire tetten érhető, tehát az önkritikát hozta fel bizonyos kérdésekben, kezdte ugye ő is az internetadóval, annak idején ezzel a balul sikerült kísérlettel. Miért vette elő Orbán Viktor ön véleménye szerint ezeket a kérdéseket most? Én azt hiszem, hogy azért az önkritikának, illetve a saját magunkkal való szembenézésnek a kérdés az minden egyes évértékelőn eddig is előkerült. Az évértékelőnek mindig van egy sajátos hangulata, illetve atmoszférája, a részben az idő intervallumból fakadóan az előttünk álló időszakra is ad különböző iránymutatásokat vagy meglátásokat. Én azt gondolom, hogy ez az 5 éves értékelő, ez részben egy másik műfaj. A honnan, hová jutottunk kérdése kapcsán az 5 év, hogyha már csak így nézzük, statisztikai szempontból is egy értékelhető időintervallum, ezt már a statisztikusok is meg szokták becsülni. Mi is beszéltünk az elmúlt hónapokban arról, hogy például a házasságok számát, a népesedési folyamatokat illetően hogyan vélünk felfedezni ebben az 5 évben egy olyan fordulatot, vagy legalábbis annak a jelét, amely erre mutat. Magyarán érdemes volt egy 5 éves perspektívából is visszatekinteni arra, hogy honnan indultunk 2010-ben és hová jutottunk 2015-ben. És ebben a nagyobb merítésben óhatatlanul, más hangulatban, egy más felfogásban szóba kerülnek azok a kérdések, amelyek adott esetben tévedésekre vagy egy olyan döntésre utalnak, amelyek bár egyébként például az úgynevezett internetadó, ami soha nem akart internetadó lenni, hanem a telekommunikációs adó kiterjesztése. A köztudatban így jelent meg. A legjobb szándék is, illetve egy már létező adó, nem még egyszer nem túl nagy, újabb kb. 20 milliárd forintos tételt kitevő kiterjesztése hogyan vált olyan érzelmeket, amelyekkel aztán nagyon nehéz volt mit kezdeni. Ebből le kell vonni a tanulságokat, azt gondolom a kormányzás egyik feladata az, hogy tanuljon ezekből az, ha úgy tetszik, hibákból is, amennyiben ez hibának tekinthető. És igen, azt gondolom, hogy rávilágított még egy dologra egyébként, hogy miért nehéz teljesítményről beszélni, akkor, amikor az mögöttünk hagyott időszakban ezek a teljesítmények beépültek mindannyiunk életébe. Hiszen olyan változásokról van szó, amelyek a magyarok minden magyar életében napi szinten is meg tudtak jelenni, hiszen 2010-11 óta az egykulcsos jövedelemadó bevezetésével mindenkinek érezhető jövedelememelkedést jelentett. Kezdetben talán egyébként a közép és magasabb keresetőeknek, de mára egyértelműen az alacsonyabb keresetőeknek is. A minimálbér emelkedése az mindenki számára, egyébként itt egy majdnem egyharmados emelkedés történt 5 év alatt, egy olyan jel, ami mutatja, hogy a magyar gazdaság hogyan erősödött meg. Most az emberektől távol álló nagy makrogazdasági adatokról talán nem is érdemes beszélni, mert ez nem illeszkedik abban a sorban, amit én itt felhoztam. De a mindennapi életünket érintő kérdések, azok beépültek, egyrészt a várakozásainkba, másrészt az érzéseinkbe, másrészt viszont az is látszott ebben az 5 éves beszámolóban, és ezért kell ezekről beszélni, talán kevesebb figyelmet is kapnak. Hiszen egy olyan teljesítményről van szó, amely nem egyértelműen is csak a kormány teljesítménye. A kormány ezt célkitűzésként akarta, de ahhoz, hogy megvalósuljon, ahhoz a magyar emberek teljesítményére volt szükség. Magyarán abban az útban, abban a tólikban, ahová 2010-től 2015-ig eljutottunk, minden magyar ember teljesítménye benne van, és azt gondolom, hogy erről sokat kell a következő időszakban beszélni, hogy mindenki értse meg, hogy csodák, ugrások, varázslatos eredmények nincsenek, csak mindannyiunk erőfeszítéseiben bekövetkező olyan együttese van ezeknek a teljesítményeknek, amelyeket aztán visszatekintve akár nevezhetjük is egyfajta csodának, hiszen a gazdasági válságból indulva ma Magyarország Európa egyik élharcosa a gazdasági növekedést, a munkaerő felhasználását, a munkanélküliséget, illetve a foglalkoztatottságot illetően. Tehát azt gondolom, hogy most már jöhetnek hozzánk egy kicsit tanulni is azok, akik olyan szkeptikusan viselkedtek, illetve mondtak véleményt arról, ami itt Magyarországon az elmúlt 4-5 évben zajlott. Ha már gazdaságról és pénzről esett szó, akkor most én egy pillanatra visszatérnék a költségvetéshez, amely érintőlegesen ugyan, de szóba került a miniszterelnök úr beszédében is. Bocsánat. A költségvetés vitájában én egy érdekes momentumra figyeltem fel, amikor Burán Sándor, MSZP-s képviselő, ugye gazdasági szakember, azt mondta, hogy úgy kellene megalkotni ezt a költségvetést, hogy szerepeljen benne
olyan fajta személyi jövedelemadó, hogy az éves jövedelem 2 millióig, 5%-kal 2-5 között, 10-zel 5 millió felett 15%-kal adózzon. Ezen felül még hozzátette, hogy valamennyi alapvető élelmiszer cikknek legyen 5% az áfája. Annak idején bizony a 8 év alatt, hát erre nem sok törekvést láttunk. Annak idején, teszem hozzá, azzal együtt ezek hát üdvözlendő elképzelések lennének, mert hát ez is a mi zsebünkre menne. Tehát itt azért nagyon sokat tudnának megtakarítani a magyarok, ha ez a fajta verzió jönne be a költségvetésben. És egyúttal le is rombolná a magyar költségvetést. Ez a másik. Ezek a felvetések, amelyek az egyébként, hát, hogy is mondjam, meglehetősen felelőtlenül viselkedő ellenzéktől jönnek, hiszen nincsenek köszönő viszonyban azzal a valósággal, amelyben a magyar gazdaság ma működik, illetve azon nemzetközi körülményekkel, amelyek között működnünk kell, azok több százmilliárd forintos lyukat ütnének a magyar költségvetésen, olyan lyukat, amelynek a befoltozására vagy a pótlására az ő általuk adott keretben nyilvánvalóan esély sem lenne. Én azt gondolom, az elmúlt 4 év egyik legnagyobb eredménye éppen az, hogy ellentétben például 2004-2005-tel, ugye, amikor nagy arányú béremelések voltak, illetve nagy ígérgetések után egy nagy lépésben próbáltak megoldani kérdéseket, mi egy egészen más utat választottunk. Mi a legelején megmondtunk, hogy nem fogunk csodát okozni, nem tudunk csodát hozni az emberek életében, hanem azt a vállalást tudjuk tenni, hogy az ország gazdasági teljesítő képességének a fényében lépésről lépésre, ahol csak lehet, mindenkinek megpróbáljuk jobbá tenni, egy kicsit jobbá tenni az életét. A 2016-os költségvetés önmagában az is egy jel egyébként, hogy ezt a költségvetést már gyakorlatilag a tavaszi ülésszakon, tehát a nyári szünet előtt benyújtotta most a kormány, illetve szavazni fog róla a parlament, az az adócsökkentés költségvetése, amely egyúttal törekszik arra is, hogy ne csak az adókat csökkentse, ezzel gyakorlatilag mindenkinek lehetővé tegye, hogy tegyen egy lépést előre, hanem a beruházások élénkítésével, a foglalkoztatottság növelésével azon a pályán tartsa Magyarországot, amelyre az elmúlt 3-4 évben sikerült helyezni. Azaz megteremtettük annak a feltételeit, hogy lépésről lépésre egy picit mindenkinek jobb tudjon lenni. Így van lehetőség életpályamodell bevezetésére, tehát elszakítani a béreket például, ugye kezdtük a pedagógusokkal, fegyveres szervezetekkel, és a szociális ágazat bérpótlékával tudunk egy kicsit kezdeni, az egészségügyben megtörténtek az első lépések. Szumma szumárom meg tudjuk tenni az első lépéseket arra, hogy a valósághoz, ha tetszik, a valós igényekhez és lehetőségekhez tudjuk igazítani minden magyar embernek a mozgásterét. Nincsenek ebben csodák, ez a javaslat még egyszer olyan lyukat ütne a költségvetésbe, amit egyszerűen nem lehet tartani, és egy kicsit tipikus példája, sajnálom, hogy ezt kell mondani, annak a felelőtlen ellenzéki politizálásnak, amely nem akar tudomást venni egyébként a valóságról. Arról nem is beszélve, hogy nem rég még ugye arról volt szó, hogy a két kulcsos adó, vagy a több kulcsos adó, az nagyjából ugyanazt hozta volna vissza, amit ők régebben vallottak. Már az átlagbér is egy magasabb kategória, egy magasabb kulcs alá tartozott volna, ez pedig minden magyar ember számára egyébként fizetés, illetve jövedelem csökkenést okozott volna. Ha már felelőtlen ellenzéki politizálást említőn, akkor, és ugorva egy következő témánkra, Strasbourgot szeretném felhozni, ahol ön közelről látja azt, hogy miként próbálják Magyarországot támadni. Habár talán most a hang nem egy kicsit már enyhébb és szelidebb volt, mint a korábbi meghallgatásokon, ezt én, mint televízió néző és mint a politikára figyelő ember tudtam megállapítani, lehet, hogy nincs igazam, de az ottani magyar képviselőknek, a baloldali képviselőknek a megszólalásai, azok megint csak felvetik, hogy miért vagyunk mi az egyetlen olyan nemzet, amelynek választott képviselői ott, Strasbourgban és Brüsszelben a saját hazájuk ellen szólnak. Ez egy rendkívül érdekes kérdés, és attól tartok, hogy én magam nem tudok erre válaszolni, hiszen az elmúlt 5 évben nagy meglepetéssel látjuk, hogy vannak olyan magyar ellenzéki képviselők, akik erre tették az életüket gyakorlatilag, hogy ilyen formában már-már Brüsszelben is megrőkönyödést kiváltva egyébként, hiszen kapjuk azokat a visszajelzéseket az Európai Parlament, vagy éppen a bizottság, az Unió különböző intézményei különböző szintjéről, hogy azért ilyet ők se nagyon láttak, hogy halmokban állnak azok a feljelentések és beadványok, amelyekkel az ellenzék az Európai Parlamentben, vagy különböző fórumokon próbálja saját kormányát áztatni.
Ez amúgy is kontraproduktív lenne, mert ilyen mennyiségben a minőség az óhatatlanul elvész, tehát a fontos dolgok sem kerülhetnének napirendre, de az egészen, látni, egészen biztos és valóban látványos, hogy, hogy egy maroknyi képviselőn kívül, akik számára ez egy szereplési lehetőséget ad, valójában a Magyarországot ostorozó támadások, azok kezdenek ilyen értelemben is kifáradni. Hát valóságos lehet-e az a kép, amelyben Magyarországot próbálják minden probléma okozójának, vagy a legnagyobb problémának Európán belül beállítani, miközben olyan nagyságrendű kérdésekkel kell szembenézni, mint például az illegális migráció, a bevándorlás kérdése, az európai gazdaság előtt álló kihívások, és egy sor másik olyan kérdés, amely sokkal relevánsabb lenne mind az Európai Parlamentben, mind az Unió különböző fórumain, mint egyébként a soha be nem igazolt, és csak a rémizgetésre alkalmat adó különböző Magyarország elleni vádak. Itt az elmúlt időszakban Magyarországot a fülétől a talpáig kívül belül megvizsgálták a jogállamiság, sajtószabadság minden szempontból, hogy is mondjam, mindig ezt szoktuk mondani. Nekünk papírunk van arról, hogy ebben az országban minden az európai elveknek és jogszabályoknak megfelelően működik. A magyar ellenzéknek, a baloldali ellenzéknek pedig ideje lenne megtanulni, hogy egy valós program és tartalmas politikai cselekvés az valószínűleg komolyabb alternatívát kívánna, mint ezek a sehová nem vezető vagdalkozások. Az, hogy Magyarországon az a bizonyos demokrácia és sajtószabadság, amit előszeretettel szittak, nem csak Európában, hanem az Egyesült Államokban is, ez utóbbiaknál, hát ez is meglehetősen enyhült, és egész más a hangnem. Ezt hogy ítéli meg? Halván azokat a véleményeket, amelyek ma például a kongresszusi meghallgatás után érkeztek Magyarországra. Hát azt gondolom, hogy úgy, ahogy meg kell és meg lehet ítélni a valóság tükrében, egy mondva csinált kérdésről és problémáról van szó. Aki ma Magyarországon él és tisztában van a magyar média viszonyokkal, vagy látja, hogy mi mindent le lehet írni és milyen formában lehet leírni, az egészen biztosan nem gondolhatja komolyan, hogy Magyarországon a sajtószabadsággal kapcsolatban bármilyen probléma van. Mi ezt nagyon régóta mondjuk, a magyar média törvénye és a magyar média szabályozás egyébként is nem csak, hogy nem lóg ki az európai szabályozások közül, hanem egyre inkább látjuk, most már nemzetközi konferenciák vannak egyébként róla, csak erről nem szeretnek beszélni, hogy sok szempontból hozott olyan változásokat és nyitott fel lehetőségeket, amelyek akár példának is tekinthetők. Ez elsősorban egyébként a technikai típusú szabályozásokat illeti. És hogyha nagyon magunkban nézzük, és egy magyar állampolgárt megkérdezünk, hogy az ő életében hozott-e bármilyen változást egyébként a magyar médiatörvény, akkor legfeljebb pozitív változásról tud beszámolni, fiatalkorúak védelmében tett, vagy az emberi méltóság védelmében tett lépések, például az úgynevezett valóságsók kapcsán, azért valamennyi eredményt legalább tudott hozni ahhoz képest, amivel itt az elmúlt időszakban, vagy a 2010 előtti időszakban találkoznunk kellett. Ezzel, hogy felhoztam most a médiát, ezzel, mint egy gyakorlott szerkesztő úgy evezett át arra a programpontunkra, amely beszélgetésünkben az utolsó tétel, a magyar média helyzet. Hogy éli meg ön, aki naponta közelről figyeli a magyar sajtót? Hogy éli meg azt, hogy azok a bizonyos eddig jobboldalinak gondolt médiumok most olyan pálfordulást hajtottak végre egy bizonyos időponttól, és hát nem rejtem békkel, ez az időpont ugye a Simicska-Orbán féle vita, enyhén szólva, hogy egész más szemmel nézik ők ma már a világot. Ez egy olyan embernek, aki ad a magyar sajtóviszonyoknak az értékelésére, ad a magyar sajtó véleményére, hiszen benne él, benne dolgozik. Miként éli ezt meg? Nekem én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem valójában személyes viszonyom ezekhez a kérdésekhez nincs, hiszen kormány szóvivőként az a feladatom, hogy a kormány álláspontját, illetve véleményét, szempontjait közvetítsem a nézők, illetve a hallgatók felé. De hát ez azért az elmondható, hogy természetesen ez egy érdekes, látványos és sok szempontból szerencsétlen váltás, amivel valójában nem nekünk, hanem azoknak kell elszámolni, vagy azokkal kell foglalkozni, akik benne vannak. Tehát akik belülről élik meg ezt a váltást, hogy tudnak ezzel elszámolni, amennyiben el kell ezzel számolni. Én azt gondolom, hogy egyébként egy kormány szóvivő munkája az például abból áll, hogy a lehető legellenségesebb, vagy a legváltozatosabb körülmények között is el tudja mondani azt, ami a kormány álláspontja, megpróbál tényszerű és az igazsághoz, a valósághoz közeli adatokat és illetve véleményeket mondani. Az adatok azok makacs dolgok, tehát azokkal vitatkozni viszonylag nehéz, ha azok úgy szólnak. A vélemények pedig ugye mindig tudtuk, hogy szubjektívek.
azért nehéz ebben állást foglalni, mert még egyszer ez sokszor személyes, illetve régóta tartó baráti szálakat is érintő változások, ami sok-sok nehézséget okoz. Én meg is értem, hogy főleg is elsősorban egyébként a nézőkben, hallgatókban, az olvasókban okozhat ez dilemmákat. Én azt gondolom, hogy a hitelesség lesz az, ami választ ad erre a kérdésre. Mindenkinek, minden nézőnek, olvasónak és hallgatónak arra kell koncentrálnia, hogy a valóság és az újságban olvasottak, televízióban, rádióban látottak, hallottak, azokban hogyan találkoznak, és akkor meg fogja tudni hozni azt a döntést, hogy mely orgánumokat mit tekint hitelesnek és mit tekint hiteltelennek. Államtitkár úr, szeretném bírni ígéretét, hogy máskor is eljön hozzánk, én most minden esetre ezt a beszélgetést tisztelettel köszönöm önnek. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, tartsanak máskor is a Duettel.